Sziasztok! Tiszteltek, köszöntek mindenkit! A csatornán én Dezsa vagyok. A hölgyeknek boldog napot szeretnék kívánni. Remélem, hogy eddig a mai napotok remekültelt, és a napotok hátralévő része is jól fog tálni. Ennek alkalomattán, meg hát amúgy is egy unboxing videóval szeretnék nektek kedveskedni. Méghozzá az Autolegendák második számát szeretném nektek megmutatni. Az első számát még február 26-án nem mutattam be nektek, az induló számot, amiben a Volkswagen Transporter T1-es szerepelt. Ebben viszont a Volkswagen bogár található meg, és hogy miért is vettem meg, miközben van egy ugyanilyen kék színű, 160 mm-es bogaram. Azért is, mert ugye ebben található már meg az a bizonyos ingyenes tároló doboz. Ugyanis én meglepődtem, amikor először olvastam a t hogy nem kell előfizetni, megveszed a második számot, tied a tároló doboz. És én úgy gondoltam, hogy csak nem hagyom ki ezt az ajánlatot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt megveszem. Ez már a standard ár, 1490 forint, és én azt gondolom, hogy a tároló együtt ez még egy egészen oké okay és összeg, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit is sikerült ma szerezni. Na hát akkor itt is látható maga a csomagolás, tehát benne van a doboz, a, itt az autó, itt szépen kitakandik, itt a hátfilszos matchboxos ilyen pálya elemeknél, ugye azok szokott járni általában egy autó, és ott ugyanúgy megszokott szokott jelenni az autó egy ilyen kis ablakban, itt is ez, ugyanez van, illetve ez a doboz így már megjelenésben picit olyan, mint hogy egy ilyen társas játék lenne, vagy én, vagy én nem tudom, tehát gazdálkodj okosan, vagy monopoli. És itt ugye, itt látható maga a tároló doboz az autókkal, itt lá... Jaj. itt látható a kis bogárka, meg itt sok más autó látható, úgyhogy majd ezt majd szépen meg fogjuk nézni, és hát itt ugye maga az ár látható, hogy automodell, magazin, plusz ingyenes tároló doboz, ugye az Autobild Magyarország logója látható, ugye ez forgalmazza ezt a sorozatot, és itt a matricán látható, hogy Volkswagen Bogár plusz tároló a doboz a vonalkóddal. Itt ugye a szokásos szöveg. Autolegentek a tegnap és ma emblematikus modelljei. Itt a szélén is inkább a sorozat nevét láthatjuk. És akkor nézzük meg a doboznak a hátulját. Itt is uh, ugyanez látható, mint ami a, az első sorozatnál a uh, bemutató volt. Uh, igazából a dobozzal, a modellekkel és ezzel a botrányos kiírással, mondom, remélem, hogy nem ez lesz, mert akkor én tényleg összeszarom magam, hogy azt fogom látni, hogy Trabant 301, erre végképp kíváncsi vagyok. Minden lehet, hogy akkor kapni fogtok tőlem egy Rage videót. Na, mindegy. És itt ugyanez a bemutató az autók világának emblematikus modelli hivatalos másolatban. Nem fogom ugyanezt felolvasni, még annyit hozzáteszek, hogy a második és a 18. részhez egy-egy ingyenes gyűjtői doboz csomagolunk, amely 20 modell elhelyezésre alkalmas, tehát megveszed az újságosnál a 18 at akkor tiéd a másik. de itt viszont felfigyeltem egy apró betűs részre, hogy a sorozat első három része két hetente jelentik meg. A negyedik résztől a gyűjtemény újabb darabjait hetente találja meg az újságárusoknál. Ez picit érdekes számomra, mert én ö, szentől gondoltam azt, hogy mindegyik két hetente fog megjelenni a sorozatból, így ámblok. De úgy látszik nem, hanem hetente. Ez picit érdekes ez a dolog. Na hát így a dobozról ennyit, szedjük is ki. Na, mik is vannak itt? Aha. Na, aha. És itt, ha ezt gondolom, akkor össze kell majd rakni. A más nincs benne, ahogy jól látom. Szóval ezt így össze kell rakni ezt a cuccot. Jó, aha, így a bogárka bele van így ragadva. Rendben. És akkor, aha, ezek is kelleni fognak még. Rendben van. Jö. És akkor ezeket most mindet itt félre. Az előfizetői ö, ö, űrlap igazából. Na, akkor majd én azt fogom csinálni, hogy ha majd megnéztük a, az újságot, meg magát az autót, akkor belevágok egyet a videóba, és összerokom magát a dobozt, és akkor ö, azt is megnézzük. Na de kezdjük is magával az újsággal ugye már az első számnál igazából kifejtettem, hogy ugye egyszerű és igazából szép ez a magazin, egy egészen jó autót sikerült választani ide az elejére, egy egészen jó példányt, tehát tényleg ezekkel a színek egészen jól operáltak, semmilyen nagyon durván hivalkodó, de mégis a maga nemében egy szép újságról van szó. Na akkor itt is látható a kezdőszöveg, vagy hát inkább a bevezető. Hát ugye én ugyanarra számítok, mint a Volkswagen 1 esnél hogy ez egy eléggé rövid újság lesz. Na, itt látható maga a kronológia, 1938-tól egészen 2012-ig, bár én megmondom őszintén hozzátettem volna egy 2019-es dátumot is, ugye akkor fejeződött be a, a Volkswagen Bogárnak, vagy a Bogárhátú Volkswagennek a gyártása, mert itt említést tesznek a New Beetle modellekről, és a háttér is, ahogy elnézem, más, mint a T1-esnél. Ezt, ezt, is ötletesnek tartom igazából, hogy más-más hátterekkel operálnak így a különböző autotípusokkal kapcsolatban, és elég és szépen kialakított szöveggel és képekkel egyaránt gazdagon díszített kronológiát láthatunk, legalábbis szerintem eléggé jól ki van használva, tehát alig van üres mező. Tehát tényleg, amit igazából ki lehetett használni, azt ki is használtak, ugye ez nagyon jó. Itt ugye a kis illusztráció, néhány szöveggel, ugye a hátsó motor, vízálló, érdekes ablaktől tőlök, előső csomagtartó, meg ugye itt pedig láthatóak a műszaki leírások az autóval kapcsolatosan, majd ezt majd elolvasom, hogyha elkészítettem a videót. A leghosszabb élettartamú, ugye 65 évig volt úgymond gyártásban a típus, bár ez nem teljesen igaz, mert 38-ban csak a prototípus jelent meg, meg néhány darab. Magas sorozatgyártás az 1945 nyarán indulhatott meg. Na mindegy, itt is szépen felvá, fel, van vázolva egy jó pár dolog, ugye nélküli belső, üzemanyaghiány, megváltoztatatlan, itt is egy szép rózsaszín példányról láthatunk egy eléggé jól sikerült fotót, ezennyi műszaki megoldás, ugye ennek a cikknek a neve, motor evolúciója, tönkretehetetlen, négysebességes, manuális sebváltó. Szóval tényleg egy egészen gazdagon díszített szép kis újságról van szó, és hát ahogy mondtam, egy picit szívfájdalom az, hogy ennyi volt. De továbbra is ez a megoldás, amit a hátulján látható, hogy a különböző 160-as autók így szépen fel vannak sorakoztatva, vagy fel vannak ide helyezve. Szerintem ez egészen jó. Ugye a Renault 4-es, a Volkswagen Bogár, GMRC, ez egy BMW, csak nem tudom melyik. A Camaro, a Mini Cooper, a Citroën Kacsa, a Volkswagen T1, a Renault 5-ös vagy a Porsche 964-es, remélem egyik se hagytam ki. És itt ugye még a ö, rövid leírás a sorozattal kapcsolatban, amit. Másút is e, e, láttam, tehát autó autólegendák egyedülálló könyvgyűjteménye a korszak jelgzetes autóinak hivatos másodatai a felejthetetlen klasszikusoktól a legújabb modellkig. Hát mi most egy <coughs> nem köhögést, hanem egy felejthetetlen klasszikust fogunk most akkor e, megtekinteni. Fóliában van e, maga az autó, a ja, e, dobozzal, úgyhogy ezt, e, e, hát mivel hát mondjuk akkor egy tollal, mert nyilvánvalóan a slitzert nem hoztam ide, nagyon ügyes a Dezső. ez is ahogy hagyod eldőlni a kocsit, hát egy, akkor egy ilyen plazma pontos tollal megoldjuk ezt a dolgot, úgyhogy belevágok az ujjamba, nagyon ügyes vagyok, Na mindegy, na mindjárt megvan. Ne is szedem róla a fóriát és akkor így nincsenek rajta ezek a kis tappancsok, amik ugye rögzítették a doboz belsejéhez magát a kis dobozt. Nézzük is meg akkor még a csomagolást így röviden, ugye a kultikus autók sorozatnál is ez a Super 9 Scale Model sorozat volt igazából látható. Még annyi különbséggel, ezt Robi videójából vettem észre, hogy fel van tüntetve a, az adott automárkának a sorozata, ugye Volkswagen Sirius, azt hiszem a kultikus autók sorozatban ilyesmi nem volt. Itt ugye a váltógomb pedig egy gumiambroncsba belehelyezett földgömb látható, eléggé esztétikusan kialakítva, meg ugye a szokásos ilyen régi Azért mondom, hogy régi, mert nagyon régen nem láttam ilyet. Maximum talán a Tesco-ban lehet látni néha ilyesmit, ugye egy 60-as és akkor ebben a dobozban, hogy oldalról és felülről áttekinthető maga a járgány. Itt fel van tüntetve a méretarány is, ugye egy 60-as, ezt én díjazom. Itt ugye maga a plakett, ugye ez a matrica jelzi azt, hogy megvásároltak a licenszjogokat a gyártótól. Itt ugye a, a márkalógó, különbözően eurokonfortos komfortos, lassosított anyagból készült három éven aluljak számára nem ajánlott mindenféle ilyen szír ide a doboz alján a különbözően leírások ennyi igazából Tehát, ugye minket most az autó fog érdekelni, meg hát a doboz arra én is nagyon kíváncsi vagyok ahogy elnéztem, hogy az papírból készült, tehát nem olyan, mint a kultikus autók, nem, mert ahhoz jól láttam műanyag. Na akkor nézzük is meg akkor ezt az autócskát. Ugye ez nekem megvan ugyanebben a kék színben ez a kis bogár, amit még 2019. szeptemberében vásároltam. Na de nézzük is meg akkor ezt az autót. Szerintem ez a színválasztás ez nagyon jó, én még pirosban, meg talán citromsárgában láttam ilyen bogarat. Nekem ebben a királykékben tetszik a legjobban. Ugye a fényszórókat, meg az irányjelzőket, meg igazából mindent így az autó elején szépen kidolgoztak, és egy plusz pont, hogy van rendszámtáblája. Nem tudod, nálam ez a... Nekem ez a heppem igazából, hogy legyen az autónak rendszámtáblája, mert akkor így valósághűbbnek tűnik számomra maga a járgány. És hát ezt megvalósították, és még itt hátul is fel van írva a gépkocsinak a típusa. Most nem lesz történt mesélés, mert így is hosszú lesz szerintem a videó. A kerekek is egészen szépen ki vannak dolgozva. Szerencsére ez nem az van, mint a Volkswagen t 1 az az ötkülös valami. Nem néz ki rosszul, de azon az autón nem áll jól. Itt viszont ugye ez a normális disztárcsásnak tűnő kerekek láthatóak ezen az autón. Nagyon szép kidolgozása, bár mintha Itt a gumi lenne egy ilyen kis vésés, hát velli autó, tehát megszokhatjuk megelettőre szokni azt, hogy hát vannak azért minőségbeli problémák, legalábbis ahogy én ezt tapasztalom, vagy hát lehet, hogy én vagyok túlságosan szigorú, meg szörös hogy én ezeket nem hogy észreveszem, hanem még meg is említem, de hát ez van, tehát nem lett minden szép és jó, de amúgy tényleg szépen ki vannak dolgozva, ugye a kerekek, a tükrök azok ilyen kis fémnyúlványok. Ó, várjunk csak! A, ezen az oldalon nem van kopva a krómozás a kilincsről, itt viszont teljesen ép. És még pont ezen az oldalon volt. Hm. Lehet, hogy az nem véletlen, na mindegy. Na, a féklámpák azok egészen ö, jól néznek ki, bár egy picit érdekes, hogy ilyen háromszög alakúak. Ö, érdekes, hát hogy így tudták csak megoldani de így még az autótip márkának a felirata is ez egészen rendben van. Nézzük meg akkor a kocsinak a belsejét. Ugye a kormánykerék a szépen ki van dolgozva, nem egy ilyen standard valami, vagy esetleg egy Hot Wheels os matchboxos, matchboxos félre korong valami, hanem tényleg ez az igazi Volkswagen bogának a kormánya műszerfalpultból nem látok túl sok minden, de valamit kell, szerintem ki van belőle dolgozva, hogy én ezt nagyjából elnéztem, de szerintem ti is látjátok. Az ülések rendben vannak, ezek a kis fejtámlás ülések szépen ki vannak dolgozva, hogy hátul is ez a hátsú is egészen oké, és, és még a váltókkal is azt tudom mondani, hogy rendben van, hogy azzal nincsen probléma. És akkor most már csak jöjjön az alváz, itt ugye látható a gyártó, az autó típusa, meg hogy gyártási hely, meg hát ugye a motoralját láthatjuk a, az első hátsó tengelyt, a hajtásláncot, meg hát ugye valamicskét látunk a kipufogó rendszerből. Hát szerintem ez egy aránylag jól sikerült autó, tehát az 160-as méretre nyúlva autókhoz képest szerintem rem, teljes mértékben rendben van ez a kis Volkswagen bogár. Nézzük is meg akkor az autónak a gurulását. Hát elég korog. És a futómű. Nagyon húz balra. Nem lendítem el sem erre az autót, tehát, tehát nem fordítom, így vagy így, hanem balra húz. Tehát így tologatom, mindjárt megtesz, egy olyan bő 90 fokos fordulót. Na mindegy, szóval hát a futóműve ennek az autónak nem a legtökéletesebb, bár teljes mértékben elfogadható, úgyhogy lényegi szempontból én azt mondom, hogy ez, ez az autó így kinézett szempontjából egészen vállalható, ahogy az újság is szerintem, és akkor most Vágni fogok egyet, és akkor már összeszerelt állapotban látni fogjátok a dobozt, és azt meg is töltöm a többi egyhatalmas méretarányú valli autóval. Na, akkor így is néz ki maga a gyűjtődoboz, összeszerelt állapotban, autókkal megtöltve. Hát először elég eledöbbentem azon, hogy az összerakáshoz nem volt a használatutasítás, de igazából simán összerakható anélkül is. Tehát maximum 2 perc alatt összeraktam az egész dobozt. Aztán igazából csak ki kellett válogatnom azokat az autókat, amiket ide behelyeztem. Hát nem mindegyik fog megjelenni szerintem a sorozatban. Tehát nem is tudom, szerintem a BMW X5-ös vagy a Peugeot 206-os, azt szerintem nem, de olyan autókat is helyeztem be amik biztosan meg fognak jelenni. Már a háttérből ki lehetett kalkulálni, ugye ez a kettő Volkswagen, ez onnét származik eleve, meg fog jelenni a G-Merci, a Trabant, ez a Ford Pickup, az biztos, a Chevy Caprice, a Porsche 964, a Citroen kacsa, és még jó pár másik autó meg fog jelenni szerintem, és így, így vegyesen így egyben láthatóak ezek az autók. Hát igazából ez a tárolódoboz ez teljes mértékben rendben van, tehát igazából beváltották az ígéretüket, hogy tényleg praktikus, úgy néz ki, mint a képen. így kartonból van, ahogy jól sejtettem, könnyedén összeszerelhető, és igazából, ha nem is ezeknek az autóknak a tárolására szeretnéd ezt használni, akkor bármilyen más autót is belehelyezhetsz. Például most kiveszem innen ezt a Ford Crown Victor Render és most belerakom ezt a, ezt a Hot ez egy 1970-es Chevrolet Camaro Rally Special, nézzük is meg, hogy bemegye simán, simán behelyezhető, bármilyen 1.60-as méretarányú autó behelyezhető ebbe a dobozba, egészen jól néz ki szerintem, kényelmesen elfejlenek benne az autók, bár érdemes odafigyelni, hogy ezt érdemes összehajtani, és egyes helyekre az autókat például hát gyömöszölni kell, mint például ezt a 95-ös Pontiac firebird inkább gyömöszölnöm kellett, viszont ezt a Mini Cooper-t kényelmesen be tudtam helyezni a dobozba, Hát igazából a Szászónak is egy a vége. Szerintem ez a határól doboz, ez egészen jól néz ki, és ezekkel az autók egy felülnézetből szerintem egyszerűen teli találatát. röviden, amilyen egyszerű, annyira szép. Hát, tisztelt hölgyeim és uraim, ennyi lett volna már ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót végignéztétek. Ha esetleg tetszett a videó, akkor kérek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Én Dezső voltam, a legközelebbi videóban remélem, hogy találkozni fogunk. Addig is, jók legyetek, sziasztok, és tavaly szép napot kívánok mindenkinek!